Már harmadik alkalommal rendezték meg a sportlövők Szeged Grand Prix-ját, amelyet idén átnyergelő újrakezdő és persze több rutinos lövőnek is sikerült éremmel zárni. Palánki Klaudia az első kategóriába tartozik, hiszen eddig futó céllövőként találkozhattunk vele, most azonban légpisztolyban indult el és végzett harmadikként. Úgy gondoltam, hogy kipróbálom magam pisztolyban is, és... Hát ezt is így megszerettem, úgyhogy most egyelőre ennél maradok. Ennyire egyszerű lenne átszokni a futó céllövészetről a légpisztolyra? Nem könnyű, annyi könnyedsége úgymond van, hogy ugye előtte már lőttem, tehát megtanultam sütni, megtanultam célozni, tehát azt most nem kellett úgymond újra tanulni. Viszont azért sok időt bele kell fektetni ahhoz, hogy valóban ez tényleg működjön így. Jákó Mirjam több vasat tart a tűzben, de most már egyértelműen a pisztolyra koncentrál leginkább, aminek most egy hazai környezetben szerzett aranyérem lett az eredménye. Szinte csak pisztolyt edzek most már, tehát ha puskás versenyre kell készülnem, most már csak arra edzek puskával, meg target sprintet edzek még, és az most a kiegészítő sportom főleg. Nem lőtt rosszul Babé Ádám sem, aki visszatérőként nyerte meg a férfi légpisztolyosok versenyét. Tavaly novemberben kezdtem el 10 év kihagyás után újra lövészettel foglalkozni. Hát az edzésmunkám az meglehetősen hiányos munka, és család mellett nagyon kevés időm jut a lövészetre. Hetente egyszer-kétszer tudok edzeni, most ezen a versenyen így ez megfelelt. Bízom benne, hogy a továbbiakban több lehetőségem lesz, és szebb eredményeket tudok elérni. Női légpuskában Hanák Gabriella bizonyult a legjobbnak. Az aranyérméhez kalandos út vezetett. Nem volt egyszerű vezetni, ugyanis az elejét elrontottam, mert volt egy 9-5-öm, egy 9-6-om, meg még egy 9-5-öm az első 10-be. Szóval onnan kellett felhoznom magam, és hát a végére már eléggé izgultam, és már remegtem, szóval nem volt egyszerű. A honvéd sportolójának a felkészülése sem egyszerű, ugyanis az egyetem mellett kell időt találnia az edzésekre, de a klubja partner ebben. Alapvetően ugye vannak olyan napjaim, amikor jóval lazább az órarendem, akkor le tudok menni rendesen, és ugye a honvéd tulajdonképpen bármikor nyitva van, szóval akkor megyek, amikor tudok és szeretnék. A kétnapos verseny keretein belül a számszeríjasok is összemérhették az erejüket, mégpedig a szakág meccs, azaz lőtéri változatában. Ennek a szépségeiről kérdeztük Somogyi Pétert. Azért üzem ezt a versenyszámot, mert egyrészt nagyon szeretem, hatalmas precizitást igényel és higgadtságot, ezerszer nehezebb szerintem, mint a légpuska, úgy vesszük, teljesen más világ. Igazából a légfegyveres versenyszámtól annyival különbözik, hogy más a fegyver. Ugyanúgy csinálnak minden, ugyanaz a lövészruha, ahogy látjátok, minden ugyanaz, csak maga a fegyver másabb. És a lőlap is ugyanaz, mint a légpuskánál, ugyanúgy 0,5 mm a 10-es. Igazából nagyon-nagyon fejleszti a légfegyveres versenyszámot azzal, hogy itt figyelni kell minden apró részletre. A legkisebb döntés például büntet már, és 9-es vagy 8-as lő az ember. Ha úgy tetszik, büntet maga a fegyver és annak az elsütése is. Embert kívánó. Tehát ugye a fegyver is olyan 7 kiló fölött van nagyjából. Sokkal többet kell hozzá edzeni, mint a légpuskához. A szakág emberpróbáló mi voltát Sidi Péter is megerősítette. A számszeríjászat az sokkal fárasztóbb, mint az olimpiai versenyszám. Itt erőből kell dolgozni, a számszeríjat fel kell húzni. Lassabb, sokkal nehezebb a fegyver, úgyhogy meg kell dolgozni vele. De a mai eredményem úgy néz ki, hogy egy országos csúcsot lőttem, úgyhogy idén egy világbajnoki ezüst mellé most egy országos bajnoki cím, és 2 hét múlva lesz a világkupa döntő, még ez lesz számszeríjászatban idén a utolsó versenyem, de az év az nagyon jól sikerült. Sidi Pétert elsősorban puskásként ismeri a világ, de a számszeríjászat is hozzájárul ahhoz, hogy főszámaiban jól teljesít. A számszeríjászat az csiszolja a technikát, mivel sokkal lassabb a lövedéke, mint a légpuskának, ezért sokkal precízebben kell az utántartást, meg a technikai gyakorlatokat végrehajtani, úgyhogy segíti a légpuskát mindenféleképpen, de viszont sokkal macerásabb is versenyezni vele, vagy lőni, mert speciális lőpálya kell hozzá. A rutinos komáromi lövő győzelme légpuskában sem forgott veszélyben. Nagyon jó formában vagyok, úgyhogy bíztam abban, hogy a döntő jól sikerül, csak 10-es lőttem a döntőben. Nagyon nehéz ez a pálya, mert a padló miatt vigyázni kell a mozgásra, mert a ellenfél
amikor máskor tölt, vagy hamarabb lövi el, akkor ott kicsi mozgás bejöhet, de sikerült ezeket kiküszöbölni, és csak tízest lőni a döntőben, úgyhogy örülök a győzelemnek. A szegedi székhelyű, ám a közeli Zsombón működő Céltudat ese kevesebb anyagi támogatást kapott az idei Szeged GP megrendezésére, de a belső emberi erőforrások legalább olyan fontosak, mint a pályázatokon elnyerhető pénzösszegek. Nagyon szerencsések vagyunk, mert a szülők, akik a gyerekek mögött vannak, akik a klubunkban versenyeznek, folyamatosan támogatnak, tehát itt lehet látni, hogy ők a hátteret biztosítják számunkra. Van egy kis ingyen büfénk, amikor jönni kell segíteni, összepakolni a pályát, illetve berendezni a termet, akkor is itt voltak nekünk. A gyerekek is segítettek, és a szülők is. A Szeged GP-re rendszerint a közeli Szerbiából és Romániából is érkeznek versenyzők. A helyi klub kifejezetten jó viszonyt ápolt a nagyváradiakkal és az újvidékiekkel. A személyes kapcsolat az nagyon sokat számít, tehát azt mondhatom, hogy baráti a kapcsolatunk mindkét klubbal. Reméljük, hogy majd egyre bővebb lesz ez a kapcsolattartás, és egyre többen felfedezik ezt a versenyt, és reméljük, hogy majd nőhetünk még tovább.